Sziasztok! Elérkeztünk az év legfurcsább hónapjához lassacskán, az októberhez. Vigyázz még azonban, megkezdjük a Sentinel Horror hónapot. Szeretném, hogyha felvezetésként megismernétek egy olyan történetet, amit nem régen olvastam el, és nagyon a szívemhez nőtt. Ezúttal azonban egy képregényt olvastam el, méghozzá nem mást, mint a Death, Halál teljes gyűjteményt a Vumax-tól. Neil Gaiman írta, és több alkotó, több rajzoló is dolgozott rajta. Ez kapcsolódik a The Sandman, az álmok fejedelme című képregényhez, amit szintén Gaiman írt. A halál karaktere az lényegében az álom nevű karakternek, tehát a képregény főszereplőjének a nővérkéje. És ez azokat a történeteket gyűjti össze, amikben ő a főszereplő. Ebben vannak eredeti, csak a halál főszereplésével és kifejezetten magához a halálhoz készült képregények. Ugyanakkor vannak benne olyan fejezetek, amik a Sandmanben jelentek meg eredetileg. Aztán mégis bekerültek ebbe a válogatásba. A képregényt a fonaszos srácok elképesztően igényes formában jelentették meg. Ha ez a borító még nem győzött meg benneteket, akkor megmutatom, hogy egy vastagabb képregényről van szó. Egyébként jó magas képregény, masszív, keményfedeles, több mint 300 oldalt számlál. És még a hátoldalát is sikerült dizájnosan megoldani. Nagyon faszántosak, de a külcsíny ugye nem minden. Mit tud még ez a képregény? Hát a vonaszos srácok elképesztően igényesen dolgoztak ezen is, nagyon szép csillogó papíron van megjelenik. Tartalomjegyzéket is kapunk hozzá, amiből megtudjuk, hogy 8 történetet tartalmaz ez a képregénygyűjtemény, és a végén, amiért a leghálásabb voltam, az a Halál galériája című idézőjeles fejezet, ami összegyűjti több rajzoló munkáját, amit halálról készítettek. Komolyan mondom, ezek zseniálisan néznek ki. Tehát nézzétek meg ezeket a csodálatos rajzokat. Elképesztő, hogy mennyi művésznek a stílusán keresztül látod ugyanazt a karaktert megelevenedni. Úristen, és nem csak, tehát nagyon változatos, a fotorealisztikus grafikáktól kezdve, a szürreálisan át, mindenfajta stílus felbukkan benne, és maguk a képregények egyébként, a fejezetek nagyon szépen elkülönnek egymástól. A kötet tartalmazza a leghíresebbet, az Élet mindig drága című fejezetet, de tartalmaz egy másik történetet is egyébként, ami nem más, mint az Egy teljes élet. A képregény történetek nagyon jól elkülönülnek egymástól, mindegyiknek külön-külön mondani valója van, hiába van azonos karaktere. Persze mindegyik kapcsolódik valamilyen szinten a halálhoz, vagy magához a halálhoz, de teljesen másak. Jól el tudod őket különíteni. A karaktereknek más a motivációja, máshogy bukkannak föl, a maga a téma is más. Viszont Gaimannek az a szokás, amit nagyon szeretek, hogy az egyszerű, hétköznapi embereket mutatja be a mitológiák világát, az itt is működik. Az itten szereplő karakterek közül senki nem normális teljesen, mindenkinek van egy kis tikje, mindenkinek van egy kis problémája. Máskülönben hogyan kerültek volna kapcsolatba élő emberként a halállal, ugyebár. Halál ezeknek a karaktereknek az életébe pottyan bele, minden képregényben más-más különböző módon, de nagyon jól kidolgozott karakterekről van szó. Nagyon jól összehozták ezt a képregényt, Gaiman nagyon szépen megírta, a King méltatása itt a borítón, mely szerint Gaiman nemes egyszerűséggel a történetmesélés kincses bányája abszolút megállja a helyét. Gaiman itt is bebizonyítja, hogy tudja, mit csinál. Tökéletesen vezeti a történetet mindegyik fejezetben. Annyira látszik, hogy imádott ezeken a fejezeteken dolgozni, én pedig imádtam őket olvasni. De valósan milyen témákról is gondolok? Kívánt halál, ugye mint öngyilkosság, idő előbb lekövetkezett halál, amikor meghalunk egy csecsemő. A halálban menetelés, ugye annak az ember, aki szépen lassan rombolódik le, olyan szintre romlik le, hogy már nagyon-nagyon közel van a halál, sőt megváltás lenne számára a halál. A halál különböző árnyalatokban jelenik meg ebben a képregényben, és persze ebben a képregényben is előkerülnek olyan mélyebb témák, mint például a nemiség megélése, a felnőtté válás problémája, LMBT témák is megjelölnek, tehát előkerül a homoszexualitás is, mint témakör. De megmutatja azt is egyébként a képregény, hogy egy sztárnak milyen élettel lehet, amikor rájön, hogy nem bírja el ezt a ránehezedő súlyt. Ezen a képen halál szerintem kifejezetten jól néz ki.
És most térjünk rá a Halál karakterére, mert hát ugye még nem beszéltem a főszereplőről. Egy fiatal gót csaj formáját ölti magára, aki azon kívül rohadt bájos, valamilyen módon, azt akarja, hogy te élj, hogy ne halj meg. És ez nagyon fontos, mert ad a karakterének egy olyan fajta jellemvonást, ami kifejezetten egyedivé teszi a halál meg annyi ábrázolás módja közül. Például a képregényt egy fejezet zárja le, egy képregény fejezet, amit Dave McKean rajzolt, aki egyébként az én személyes kedvenc rajzolim között van. Ebben a halál üzenet az életről című fejezetben egy AIDS ellenes kampánynak lehetünk a szemtanúi, melyet halál ad elő. És így fogalmazza meg az életet. Az élet, és gondolom nem tőlem hallod először ezt a hasonlatot, egy betegség, nemi úton terjed, és minden esetben végzetes. Zseniális! Halálnak egyébként nagyon sok jó meglátása van az életről, halálról. Már a karakternek a mélysége is egy olyan hangulatot teremt a képregénynek, amivel nem igazán lehet találkozni nagyon sok helyen. Mintha a téma alapból nem lenne elég elvont. Hiszen azt tudni kell róla, hogy ezek a képregények, tehát a Sandman és ez a halál képregény is megegyeznek abban, hogy kell egy bizonyos hangulat az olvasásukhoz. Ezek nem csili-vili bohókás szórakoztató történetek, hanem nagyon is mély filozófiai mesék, amik ötözve vannak a dark fantasy témájával és az urban fantasy-t is érintik. 100 szónak is egy a vége, a kötet abszolút megírja a vásárlást, sőt én kifejezetten javaslom mindenkinek, hogy tegyen vele egy próbát. Ha nem olvastad még a Sandman-t, az se baj, ezt anélkül is tudod szeretni, illetve azt tudom én nektek javasolni, hogy ha ezt beszerzétek, akkor utána viszont keressétek meg a Sandman-eket és olvassátok el őket. Higgyétek el, annak az ismeretével és ennek az olvasásával együtt még csodálatosabbnak fog tűnni az a fantázia világ, amit Gaiman meg tud teremteni. Gaiman anyagoknak abszolút ajánlható, sőt kötelező. Az elvontabb képregények és a felnőttebb képregényrajongóknak kifejezetten kötelező olvasmány, de azoknak is érdemes olvasni, akik kedvelik a gót témakört, a gótikus szubkultúrát, mert én nagyon szeretem, és hát a halál eléggé kimaxolja ezt a témát. De érdemes elolvasni az urban fantasy rajongóknak, érdemes elolvasni az egyedibb fantasy kedvelőknek, a dark fantasy kedvelőknek, a mitológiákért rajongóknak, a halált, mint témakört kedvelőknek és érdeklődőknek is bőven ajánlható. De hogyha csak mondjuk olyan ember vagy, aki fantasy rajongó és szeretne olvasni egy képregényt, akkor is érdemes vele tenni próbát. Viszont ne tegyél vele próbát, hogyha nem kedveled az elvontabb történeteket, nem kedveled Gaiman történeteit úgy általában, és neked túlságosan is soknak tűnik az, hogy a halálról olvas. Akkor nem ajánlom nektek, mindenki más viszont tegyen vele egy próbát, gyönyörűen kidolgozott, elképesztően igényes kiadásban jelent meg magyarul, jó fordítással, jó szerkesztésekkel, és csodálatos, szép, gyönyörű, keményfedeles kiadással. Aki képregényeket gyűjt, annak a gyűjteményéből ez nem hiányozhat. Gyönyörűséges, és én nagyon szerettem. Valami úgy ilyen érzés lehet egyébként, amikor az ember egy kicsit belehaparodik a halálba. Ebbe a halálba szerintem elég nehéz nem belehaparodni, különösen akkor, hogy olyan gócsaj fétised van, mint neked. Ennyi voltam mára. Jövő héten találkozunk, és elindul a Sentinel Horror hónap. 4 horror regényt fogok nektek bemutatni. Addig is sziasztok, és olvasatok sokat. Lehetőleg ilyeneket.